Traktorral szántják és boronálják földjeiket a gazdálkodók. A tavaszi földmunkák megkezdésével az egységes kérelmek beadása is elindult. A kitöltési felület április 6-án nyílt meg. Idén 43 jogcímre lehet támogatást igényelni és bejelentést tenni. Köztük a területalapú, agrárkörnyezetgazdálkodási, állatjóléti jogcímekre is. A kitöltéshez a falu gazdászok segítségét lehet kérni, mondta vendég Edit elnök. Tolna megyében a tavalyi évben több mint 5000 kérelemből 3800-at a falu gazdászok segítségével adtak le a gazdálkodók. Abban az esetben, hogyha valaki május 15-ig nem nyújtotta be a kérelmét, akkor június 9-ig még ezt megteheti, viszont ekkor már a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével kell számolnia. Június 9-ét követően benyújtott kérelmeket pedig sajnos érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a Magyar Állam Kincstár. A koronavírus terjedésének lassítása és a gazdálkodó ügyfelek, valamint az Agrárgazdasági Kamara munkatársainak egészségének védelme miatt elsősorban telefonon kereshetik kérdéseikkel az ügyfelek a falugazdászirodákat. Az a célunk, hogy lehetőleg az ügyfél személyes jelenléte nélküli ügyintézéssel legyenek benyújthatók az egységes kérelmek. A falugazdászok tehát az ügyintézés során elsősorban telefonos és e-mailben való kapcsolattartásra fognak törekedni. Amennyiben mégis szükséges lenne a személyes ügyintézést, arra is csak előzetes időpont egyeztetés követően kerülhet sor járványvédelmi okokból. A személyes ügyintézés során több higiéniás előírást is betartanak azért, hogy védjék munkatársaik és ügyfeleik egészségét a falugazdász irodákban. Például plexifalakkal látták el a pultokat a nagyobb biztonság érdekében. A kamara több 10 millió forint értékben vásárolt védőeszközöket.